Takarítás alapjai sorozatnak a 8. epizódja érkezett el, és a beharangozóba megígértem, hogy megtudod, hogy mi a különbség az egy az egybe és az egy az egybe között. Gyakorlatilag az egy az egyben az azt jelenti, hogy változatlanul. De jelenti azt is, hogy egy az egy arányban, egy az egyben. És minket ez érdekel, tehát mikor higításról beszélünk, és azt mondjuk, hogy egy az egyben, az akkor... nem tömény, hanem... egy tisztítószer, egy víz. Pontosan. Tehát a tömény az azt jelenti, hogy 100%, azaz nem kevertem hozzá semmit. Ez felhasználásra kész, vagy mostanában ready to use-ként is szoktak nevezni. Aztán megyünk szépen, higítjuk, fele arányba higítjuk ugye a tisztítószert vízzel, akkor 50% lesz. Egyébként nagyon egyszerű a számításunk, mert fogjuk ezt a két számot összeadjuk, és elosztjuk a százat ezzel a számmal, és kijön az, hogy hopp, ez hány százalék. Ugye ez 33, ez 25, ez 20, na ez mennyi? 16,6666. Pontosan? Készültem. Így. Na most ez mennyi? Én 10%-ot mondanék leegyszerűsítés miatt. Így van, így van, így van. Tehát tisztaszereknél ez bőven elegendő. Tehát itt azt mondjuk, hogy nagyjából ez 10%-ot jelent, nem 9,... ugye? Tehát az, azért nagyon fontos ez, mert innentől kezdve, én itt húznék egy ilyet, innentől kezdve itt már csak 20-szal osztom, nem 21-jel az egyszerűség kedvéért. De úgyse tudod kimérni, igen. Most 3 vagy 3,3% vagy vele. Pontosan. Nincs is jelentősége. Ja nem. De 5%, 4%, és akkor ez hány százalék lesz? 2. Biztos? Tépre. Na jó. Érzésre. 1%. Ez itt 0,5%. Ez pedig 0,25. Ez pedig 0,1%. Azt nagyon fontos megjegyeznünk, hogy ezekben az esetekben mindig 1 a tisztítószer és 4 a víz. A higítás megkönnyítéséhez van nekünk egy nagyon jó eszközünk, úgy hívjuk, hogy higítós flakon, vagy a címke oldalára, vagy magára a flakonra fel van tüntetve maga a higítási arány, 1 az 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, stb. Lényeg az, hogy ha 1 a 10-es higítást szeretnék, akkor 1 a 10-ig rakom a tisztítószert, a többi pedig víz. Ha 1 az 5-öt, akkor az 1 az 5-ig, többi víz. Ennyi, ennyire nagyon egyszerű. Jön a következő rész, 9. feltétlenül kövess minket.